hallgattam a soraim felől. Sokat gondolkodtam a régi atyákról, a világon való sok bujdosásimról. Sokat gondolkodtam még annak előtte, felségednél sorsunk el vagyon rendelve. Felségednél sorsunk el vagyon rendelve.
Török Tilla ifjú tehetséget hallották. Ő egyébként a Béres Alapítványnak köszönhetően tanul idehaza Magyarországon. És milyen különös játéka a sorsnak, meg Bihari Antalnak, hogy egy délvidéki fiatal köszönthetett egy felvidéki kitüntetettet. Mint hogy nem titok, ki kapja ma a Szent István díjat, nem meglepő az sem, hogy most dr. Molnár Zoltánt, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát kérem meg arra, hogy köszöntse az ünneplő közönséget. Tisztelt Schmidt Pál köztársasági elnök úr, Szene Attila államtitkár úr, Megyes Tamás polgármester úr, tisztelt kuratórium, kedves megjelentek, ünnepeltek, és igen tisztelt és kedves Egerszegi Krisztina. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást. Így van módom és lehetőségem a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként, az olimpiai mozgalom nevében is elsőként gratulálni Egerszegi Krisztinának ez a szép kitüntetéshez, és van módom és lehetőségem megköszönni a kuratóriumnak és mindenkinek, aki Egerszegi Krisztinára szavazott, jól döntöttek, megköszönni ezt a döntést. Tudom és látom, hogy önök mindig nagyon körültekintően döntenek, olyanokat tüntetnek ki, akik sokat tesznek a magyarságért, a magyarság jelenéért, jövőjéért, olyan kiváló emberek között lenni sportembernek, igazán kitüntető, mint mondjuk Tőkés László püspök úr, vagy Orbán Viktor miniszterelnök úr. Szeretném megköszönni, hogy rendszeresen figyelmel követik a bajnokainkat is. Ennek köszönhetően már Grosics Gyula is kapott kitüntetést, Buzánszky Jenő is kapott kitüntetést, és most pedig a világ leghíresebb úszó lánya, a nagybajnok Egerszegi Krisztina van a kitüntetettek között. Tiszta szívvel gratulálom. Hölgyeim és uraim, mi magyarok nagyon szerencsés nemzet vagyunk, hiszen nekünk olyan bajnokaink vannak, akik nem csak szerethetőek, példamutató egyéniségek, és nem csak a versenypályákon vetélkednek és mutatnak példát számunkra csodálatos teljesítményükkel, győzelmeikkel, hanem azt követően is sikeres és maradandót alkotnak, sikeres életpályát futnak be. Mi magyarok, a mi bajnokaink különleges emberek, és méltán büszkék lehetünk rá, hiszen nekünk van például a világon egyedül olyan köztársasági elnökünk, aki kétszeres olimpiai bajnok. Tiszta szívvel gratulálunk, elnök úr, és igazán példát mutatsz mindenünk számára abból, hogy semmi sem lehetetlen. Az ember számára minden lehetőség adott. A most kitüntetett Egerszegi Krisztina 97-szeres magyar bajnok, három gyermekes édesanya, példás életvitelével hirdeti, hogy a sport által csak jobb emberré válhatunk. Hogy mit jelent Egerszegi Krisztina jelenléte a közéletben, az tegnap, amikor a köztársasági elnök úr kitüntetett bennünket, kitüntette ifjú bajnokainkat, akkor ott voltak azok, láthatták, és Krisztina is megtapasztalhatta azokat a csodálatos tekinteteket, ahogy a fiatal bajnokok néztek rá, ahogy a fiatal bajnokok körülvették őt szeretettel. Valamit megpróbáltak visszaadni abból a kedvességből, abból a biztatásból, amit Krisztina kint a helyszínen, az ifjúsági olimpián is átadott a bajnokainknak. Nem tudhatjuk, de biztosak lehetünk azért benne, hogy nagyban, nagyban szerepe van Krisztinának is azokban a csodálatos sikerekben, amit az ifjúsági olimpikanyaink elértek. Ma már ismert, ugye, hogy a nemzetek rangsorában az előkelő 8. helyen szerepelt az ifjúsági csapat, és Krisztina, mint fővédnök a felkészülés során is, és kinn a helyszínen is, jó tanácsokkal, biztatásokkal látta el bajnokainkat. Köszönjük szépen, Krisztina, neked ezt a munkát is. Visszatekintettem az interjúkra és a riportokra, bár Krisztina nem nagyon szereti, hogy ő fogalmazott a fejhajtás maga körül, de azt láttam, hogy leginkább azt kérdezik tőle, hogy vajon megérte-e gyermekkorban, hajnalban fölkelni, keresztül utazni a sötét városon, bemenni a Spartakusz uszodába, aztán órákon keresztül róni a hosszokat. Krisztina mindig azt mondja, ahogy ő fogalmaz, a sport nem veszi el a gyerekkort, csak még gazdagábbá, önállóbbá, fényűzőbbé teszi ezt a kort. Ahogy ő fogalmaz, és minden alkalom elmondja, hogy az is nagyon fontos, hogy a sport rendet visz az életbe. Mint ahogy az ő példája is mutatja, a sikeres sportolók személyiségükkel még évek múltán is érezhetően formálják a közgondolkodást, hatással vannak a magyarság életére. Bajnoknak lenni öröm és feladat.
Aki a dobogó tetején áll, az bizony messzire látszik, és ott csak hibátlan erkölcsel méltósággal illik állni. Mert bajnoknak lenni hatalmas felelősség. Egy bajnok teljesítménye hozzájárul a nemzet önbecsüléséhez, és ezzel a nemzet sorsára is kihat. Kedves Krisztina, sportpályafutásodról már sokan sok mindent elmondtak, mindenki tudja, hogy te vagy az egyedüli a világon olyan hölgy, akinek 5 egyéni olimpiai aranyérme van úszásban. És ez egy példátlan pályafutás, de köszönetet, hálát itt is most mondanunk kell, és gondolom, hogy ebből nem lehet elég, hiszen az, amit te adtál ennek az országnak, arról minden méltatásnál szebben beszél, az a különleges lelki állapot, amit minden mai napig akkor érzünk, amikor megnézzük a régi felvételeket. Én ma reggel így tettem, megnéztem azt a régi felvételt, amikor első olimpiai bajnokságodat nyerted. Hát sokan vagyunk a hazában, akinek ilyenkor hevesebben ver a szíve, megúlik a vérnyomása, és újra, amikor újra és újra átéljük az utolsó méterek izgalmát. Amikor a riporter azt kiabált az utolsó métereken, gyere, gyere, kicsi lány. Emlékeznek rá? Fantasztikus érzés volt. Hát köszönjük neked ezt a nagyszerű pillanatot, amikor veled együtt mi magyarok is győztesnek érezhettük magunkat. Kedves Krisztina, jó, ha az embernek mindig vannak újabb és újabb céljai, írtad nemrég Schmidt-Pál elnök úrnak egy levélben. Nekem erre a mai napra az volt a feladatom és célom, hogy éreztessem veled a magyar emberek kitüntető figyelmét és szeretetét. Mint a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, kérlek, fogadd szeretettel a Magyar Olimpiai Mozgalom gratulációját, az egész ország köszöntését. Gratulálok! Hargitay Andrást nem csak azért szeretjük és tiszteljük, mert csodálatos percekkel ajándékozott meg bennünket akkor, amikor úszott és világbajnok is volt, hanem azért is, mert kitűnő állatorvos, ezen kívül pedig nyilván nagyon sokan tudják róla, hogy a Szent Korona szertartás egyik hazai szervezője, lelkes ismertetője, népszerűsítője. Őt kérem most meg arra, mondja el gondolatait Egerszegi Krisztina 5-szörös olimpiai bajnokról, aki persze világbajnok és európai bajnok is, nem tudom hányszoros, de nagyon sokszoros. Tisztelt elnök úr!